Igazi nagy durranással, egészen pontosan három nagy durranással készül a Nyíregyházi Városvédő Egyesület és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség a Tirpák ősök örökváltságának 200 éves évfordulóján, jelentették be a szervezők az erről tartott sajtótájékoztatón. 200 évvel ezelőtt hirdették ki Nyíregyháza örökváltságát, és akkor a piaci nap volt, a piacon hirdették ki az ott lévő rengeteg ember előtt, és utána minden templomban istentiszteletet, misét tartottak ennek az ünnepnek az alkalmából. Az evangélikus templom mellett pedig felállítottak egy ágyut, és abból lőttek, hogy az örömhírt minél távolabb is hallják. Hát ezt szeretnénk mi visszahozni most azzal, hogy itt is el fog sülni az ágyú, méghozzá háromszor. Nem kell megijedni, hanghatása lesz, de természetesen nincsen benne lövedék. A 200 éves évforduló alkalmából idén szeptemberben tudományos konferenciát is tartottak a Városházán, majd koszorúkat helyeztek el a Kossuth téren, az örökváltság emlékoszlopnál. A városvédők és az evangélikusok október végi rendezvényén is felidézik majd a korabeli eseményeket. A mi programunkban lesz egy kis történelmi emlékutazás. Kujbusné dr. Mecsei Éva helytörténész, a főlevéltáros fog egy rövid beszédet mondani. Lesz előtte egy szavalat is, és akkor utána Kovács László Attila lelkész igazgató úr az evangélikus egyház részéről fog tartani egy koncertet. Szabó László Attila azt mondta, az evangélikusok ezer szállal kötődnek az örökváltsághoz. Ők voltak, akik 200 évvel ezelőtt ezt megcsinálták, meg tudták oldani, igen nagy áldozatok árán. Hadd mondjam el azt is, hogy annyira foglalkoztatta őket ez az örökváltság kérdése, hogy amikor az oltárra el kellett készíteni a festését, 1796-ban elkészült az oltár, de a festése, aranyozása csak 1804-ben. Akkor azt az igét írták fel oda, hogy Krisztus egyszer s mindenkorra ment be a szentélybe, és örökváltságot szerzett. Nyilván az egy más örökváltságról szól, de az áthallás azért nem véletlen, hogy ezt választották maguknak. 1804-ben, amikor már a Dezsefijéktől megvásárolták a földeket. Csak a Károlyiéktől nem tudták még akkor. Szabó László Attila hozzátette, egész életében különösen fontos helyet foglalt el az orgonán való játék, a megemlékezésre egy Liszt Ferenc, valamint egy Johann Sebastian Bach kompozícióval készül.